tanút szeretném idézni, hogy a rendőrségben a jegyzőkönyvben úgy nyilatkozott, hogy a feliraton, a téglán látszó feliraton, az volt, hogy ismerjétek be a csalást. Ez ugye arra utalt, hogy már korábban ismertek Óka Lászlót, hiszen ez a felirat, ismerjétek be a csalást, nem ezen a demonstráción volt, hanem egy korábbi demonstráción, amikor a bankoknak a kirakatüvegnére lett felragasztva ez a felirat, hogy ismerjétek be a csalást. Maga Szimiú Kornika is beismerte, hogy korábban már ismerte Óka Lászlót, tehát úgy gondolom, hogy azzal, ami Barna Béla megtalálta ezeket a téglákat, számára nem volt kétséges, hogy Póka László az elkövető. Tehát már egy korábbi eseményről jelentette. Ez az egyik gondolat. A másik, hogy én úgy gondolom, hogy sikerült megtalálni azokat a momentumokat, ami félrevitte a bírós a ügyészségnek a gondolatait. Ugyanis az a felirat, hogy hagyjátok abba a kifosztást, hogy elég volt a kifosztásból, ez kétértelmű. Tehát az ügyészség úgy látszik, hogy egy másik értelmezésre alapul. Az ügyész úr azt mondta, hogy ezt úgy lehet értelmezni, hogy ez egy infrakció, ami arra utalhat, hogy valami veszély fog bekövetkezni. Azonban ennek a szónak van, vagy ennek a mondatnak van egy másik jelentése is, azt, hogy mi felszólítjuk a bankokat, hogy hagyják abba a kifosztást. Ugye ma már tudjuk, hogy 1 milliárd forintot tisztességtelenül vettek el a polgároktól, és ezt már bíróság is megállapította, hogy ez nem volt jogszerű. Tehát ezt a kifosztást figyelmeztettük, hogy hívjuk fel a bankároknak a figyelmét, hogy hagyják abba. Ez úgy gondolom, hogy egy sokkal kedvező megítélés, és kérem a bíróságot, hogy a kedvező megítélést tartalmazza, ami a bánatoknak kedvező. Aztán az, hogy a Barna Béla, illetve Szimiú Kornika egy olyan nyilatkozatot tett, hogy számukra ez nem, tehát ilyen veszélyérzetet jelentett ez a helyzet. Ez abból is következik, hogy nyilván az ellenérdekű ügyfelek, tehát akik arra buzdítják a helyébet, illetve a bankárokat, hogy hagyják abba a kifosztást, ez számukra zsebbevágó, húsbavágó kérdés, hiszen minden forint, amit nem vehetnek el tisztességtelenül, a számukra kieső nyereség. Tehát őnekik az az érdekük, hogy ebből az ügyből, amiből történt, ebből valamilyen bűncselekményt, vagy valamilyen ügyet kreálnak. Tehát nyilván ők jól felfogott érdekükből is inkább egy kicsit kiszínezik ezt az ügyet, tehát mondhatják azt, hogy ők nagyon féltek. Hát ezt azért nem biztos, hogy komolyan kell venni, hiszen a videóból is láttuk, hogy a közemberek, akik ott jártak a bankfiókba, láthatták ezt a kihelyezett téglát, de egyáltalán nem volt félelemérzetük, hiszen akkor szaladtak volna, hogy ők a kamerán is, amit csapoltam, meg amúgy egy természetes emberi reakció, hogyha félelemérzetük van, hogyha egy bombát látnának meg, akkor elszaladnának, elbújnának, fedezékbe húzódnának. Ez azonban sem egy videó nem volt tapasztalható. Tehát én úgy gondolom, hogy kifejezetten a banki érdektől egy különben dolgozó személyek számára jelentett ez bármilyen félelmet, de leginkább gondolom, hogy a zsebüket féltették. A Kövegó Arnoldnak a 29-es számú jegyzőkönyvben tett nyilatkozatát az elsőrendű rendőr is hivatkozta, hogy semmilyen utalás nem volt a csomagban arra, hogy ez bombolenne. Nem volt semmi, ami arra utalt volna, hogy ez bombolenne. Gyakorlatilag sem a csomagolás, sem a felirat, sem a szaga, a kutya érzett, sem a röntgenfelvétel nem láthatta bombának. Tehát nem volt bombának mérhető ez a tárgy. Azt is el szeretném mondani, hogy ha az ügyész úr mondta, hogy ezt eredeti téglát is ki lehetett volna helyezni, hogyha eredeti téglát, tehát valódi téglát helyeztünk volna el, hát azt megsértette volna a követ, megsértette volna az üveget, megkarcolta volna, tehát valamilyen rongálási kárt keletkezhetett volna. Az, hogy itt egy falra van alkalmazva, ez gyakorlatilag egy kár
ezt megint csak sikerült félreérteni az ügyészségnek ezt a csomagolásnak a szerepét. Akkor, hogyha nem csomagolt volna be ezt a fadarabot, nyilván ez egy tagulatlan fadarab volt, ami esetleg szárba mehetett volna valakinek az ujjába, tehát sérülést okozhatott volna, hogyha csomagolás nélkül hagytuk volna. Tehát ennek a csomagolásnak is ugye többféle értelmezése lehet. Természetes módon az ügyészség a fák szempontjából kedvezőbb értelmezést veszi alapul, és ugye azt mondja, hogy ennek az volt a szerepe, hogy a bombának látszó tárgyat, meg azt a látszatot keltse, de valójában ennek csak az volt a szerepe, hogy a szárkát megvédjük, azaz megkíméljük az emberek ujját a szárkától. Sajnos nem tudjuk felidézni azt az információt, ami Barna Béla átadott a múltra a nyelvőszolgálatra. Ezek az információk törlésre kerültek, ugye azt hiszem 90 nap után. Ez sokat segített volna abban, hogy felidézhessük, hogy milyen információk kerültek a központ tudatába. Ugye ezt most sajnos nem tudjuk, de a tűzszerészeket valójában nem Barna Béla adta ki, hanem a központ, tehát az ő felettese, akinek semmiféle rálátása nem volt arra, hogy mi található a bankfiókban. Tehát mindig megelőző intézkedés, biztonsági intézkedés szerepe volt.